Sziasztok, Maxwell vagyok, ez pedig egy VKUrász 2 addon tutorial videó lesz Unholy DK-hoz. A videó infóban találtak egy crossforge-os linket, ahonnan le tudjátok tölteni. Figyeljetek rá, hogy a játék verziójának megfelelő addon töltsétek majd le, mert különben nem fog működni. Ha ez megvolt, akkor bemásoljátok az addont a Wolf Interface addon mappába, és miután beléptek majd a játékba, a karakter választó menübe az addonoknál majd megkeresitek és kipipáljátok, miután ez megvolt, elokézzátok és beléptek a játékba. Miután beléptetek a játékba, nyomtok egy Enter-t, vissza per W A-val tudjátok megnyitni a VKUrász 2-t, rámentek az újra, utána kiválasztjátok az ikont, ide pedig az ikon névnek beírjátok azt, hogy Blood Charge. Ez megvolt, egérrel kijelölitek Blood Charge szöveget, majd nyomtok rá egy Ctrl C-t, utána egy Enterrel lezárjátok a nevet. Utána a triggerre megyünk, ott a típusnál az aurát választjuk ki, majd aura névhez kontrollvézzük az előző szöveget. Ha ez megvolt Display, kipipáljuk a cooldown-t, így látjátok, hogy mikor fog lejárni az adott buff. Itt általában a kolort azt ilyen áttetszőre szoktam állítani, illetve hogyha ezt itt kipipáljátok, akkor kiveszi egy a szint az adott ikonból, ami szerintem több baresz, és én általában így szoktam használni. Ezek után még nekünk kell a stackeknek a számát, hogy jól lássuk. Alul a size-ra kattintva így tudjuk növelni a stacknek a számát, illetve hogy összehúzni kicsire. Ha ez megvolt, akkor rámentek az újra. Ikon névnek pedig beírjátok azt, hogy Shadow of Infusion ugyanúgy majd kijelöl, Ctrl-C, Ctrl-V, ez meg volt, nyomtok egy Entert, ezzel lezárjátok, utána megint Trigger, Aura névhez beilleszt, leokéz, Display, Cooldown, Pipa, ez megint az én sajátosságom. Ez meg volt, akkor jöttünk a következőre, illetve itt is a size-ot feljebb kell húzni, mert ez is stackelős buff. Elmentek az újra, akkor beírjátok azt, hogy Unholy Frenzy, ugyanúgy kijelöl, Ctrl-C, majd nyomtok egy Entert, meg volt vissza a triggerre, a uranév beilleszt, leokéz, Display, Cooldown Pipa. Itt viszont nekünk nincs szükségünk a stack mutatásra, úgyhogy itt jól le fogjuk venni, az pedig úgy, hogy itt a textnél a kolort, azt megnyitjuk és lehúzzuk nullára, és így el fog tűnni nekünk, és már nincs ott a helyén. Lenne a új ikon, beírjátok azt, hogy Thundendum, Thundendum vagy Doom. Lenne a Ctrl-C-zitek, Enter-t nyomtok rá, megint a triggerre megyünk, Aura név, beilleszt, okéz, meg volt Display, Cooldown Pipa, megint az én sajátosságom. Ezután pedig még lehúzzuk a kolornál stack mutatást, mert ez nem stackelős buff. És akkor jöhet az utolsó, Unholy Strength, új ikon, beírjuk, hogy Unholy Strength, Ctrl C-zzük, nyomunk rá egy Entert, utána Trigger, Aura név, oda beillesztjük. Ezzel meg ugyan ki fog jönni azt, hogy nem talált rá találatot, ezért kikerestem a spell ID-t, és azt írtam be helyére, hogy ugyanúgy fog működni. A spell ID száma az 533-65, ha ez megvan, leokézzük, ezt is yes, utána pedig Display, Cooldown Pipa, megint az én sajátosságom, mert ez egy nem stackelés buff, itt is levesszük a stack mutatást, így eltűnt. Ha ezzel megvagyunk, akkor bezárjuk, megnyitjuk, fent a VR-ra kattintva, vagy megjelenik az összes ikonunk, és ezt most gyorsítva fogom mutatni a videóba, gyorsan elhelyezgetem, ahova én szoktam így rakosgatni ezeket, persze mindenki saját kényekedve szerint rakja oda, ahova akarja, ami nektek megfelel, és hogyha ezután meg megvagytok, nyomjatok egy relogot, mert ahogy mivel bármikor lehet DC-be, kaphatok overworld, hogy valamit, és hogy ne szálljon el majd a addon beállítás.
Miután megvolt a reloggunk, megyünk keresünk egy target dummy-t, hogy kipróbáljuk az addont, hogy jól állítottuk be. Ugyebár én beírtam a Sunden Damot is a Vika urászba, aminek leginkább PvP-n a jelentősége, hopp, meg is van a procunk. PvP-n ez azért fontos, mert ha nincsen ember a közelben, a ingyen deathquake-t be tudjátok dobni a ghoulokba utolsó pillanatban, így tudtok nyerni egy Shadow Infusion stack-et. Így nem megy el kárba az ingyen deathquake-unk. És akkor lássunk egy tesztelést, hogy remekül működik-e a többi is. Jó. Flash Charge mutatja. Shadow Infusion is jó. Unholy Strength is jó. Sundance is jó. Lehet alakítani a Ghoul-t. Szuper. Unholy Frenzy is jól mutatja. Úgy látom, hogy az addon az tökéletesen működik. Remek. Ha bármi kérdésetek van az addonnal kapcsolatban, nyugodtan írjátok meg a videó alatti komment szekcióba. Ha tudok, segítek. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!